visszavághat a 6-0-ás vereségért, amit a kupadöntőben szenvedett el a Győr, nagyjából ennyi a tétje ennek a találkozónak. A Felsőház utolsó fordulójában ugyanis már eredménytől függetlenül eldőlt, hogy a Ferencváros az első helyen zárja a Felsőházat, az Eto FC Győr pedig a negyedik helyen. Nagyjából tehát ez lehet a tétje a mai találkozónak, hogy ezt a 6-0-ás csorbát kiköszörüljék a hazaiak. Ez feketében játszik majd az Eto, és fehérben pedig a vendég Ferencváros. Nem megy ki a labda, Pólyák lábában akadt el, és sikerül is átjátszani magát egy védőn, aztán jó a beadás, Kovács fejeli föl. Aztán egy ferencvárosi érkező, üres a kapu, és bent van! Nem kellett sokat várni az első gólra, a negyedik percben 1-0-ra vezet a Ferencváros. A gólszerző pedig Zágor Bernadett, aki idén 2 gólt szerzett, mind a kettőt az Eto ellen. Rossz volt a felszabadítás ott a hátvéd részéről, csak az égbe fejelte föl a labdát, és Zágor volt erőszakos, ő szerezte meg ott a gólvonalon szinte. 4. percben, tehát 1-0-ra vezet a Ferencváros. Cankovics rúgja a második szögletet is, 10 perc telt el a mérkőzésbe, jó az érkező, kapufa! Zágor volt, aki ott a hosszún érkezett, teljesen üresen, de nem sikerült a kapuba fejelni a labdát. 16. percben járunk, Horváth. Bulatovics lövőhelyzetben el is lövi, nem sokat tévedett. Csiki lépett ki nagyon jól a falból, aztán indulhat is a ferencvárosi támadás, és véget is ér. Ezt nagyon elnézte ott Horváth, aztán Bulatovics is elnézte a kaput. Ajtóablak helyzetben kurított mellé. Csigi, nagyon messziről lő. És biztos, ami biztos Szőke nagy hozzáért, azért ez lehet, hogy mellé ment volna. Fél órája tart a mérkőzésen a 4. ferencvárosi szöglet. Nagyon rosszul ér bele, öreg, és majdnem öngól. Bulatovics rúgja az 5. ferencvárosi szögletet. Van is érkező, és ott a 2. gól. Most elaludt a győri védelem. És Pólyák az, aki eddig a túloldalon játszott, most átjött erre a felére a pályának, és gólt is fejelt rögtön. A 4. gólja már idén a győriek ellen. Ezzel 2-0 a 31. percben. 52. percben járunk. Cankovics a labda mögött, 18 méterre a kaputól. Jó a tekerés, kapufa! Csiki. Pólyák. Pólyák cselezi be magát. Hosszú oldal rátadja, nagy lövés, nagy védés! Ez nagyon szép félóló volt. Cankovics csak kifele tudta átvenni a labdát. Nagyon szépen teszi vissza Pólyáknak. Pólyák egy csel. Nem tudják bejátszani középre. Cankovics. Most az ívelés, az érkező, és onnan sikerült Zágornak fölé fejelni. A 72. percben Zágor a labda mögött 20 méterre a győri kaputól. Nagy lövés, nagy gól! Nagyon szépen helyezte oda a hosszú fölsőbe a labdát Zágor Bernadett. A 2. gólja a mérkőzésen, és idén ez már a 3. gólja az Eto ellen. 3-0 Ferencvárosnak. Nagyon nehéz mérkőzés volt, fel kellett pörgetni a csapatot, hiszen ez volt a döntő előtti utolsó rájátszási mérkőzés. Szerintem teljes mértékben betartottuk a taktikai utasítást, jól játszott a csapat. Nagyon örülök annak, hogy 2 fiatal játékos is bemutatkozott a felnőtt csapatban, és örülök a csapat győzelmének. Jobban fel kéne menni, tehát az emberrel többet kéne menni. Nekünk is ugye az eladott labdákra kéne figyelni, hogy ne adjuk annyira el a labdákat. És ez sikerült azért párszor átjutnunk a védelmükön. Gyors támadóink vannak. Szerintem ebben kéne fejlődnünk, hogy a befejezésekre jobban odafigyeljünk. És a védekezésben is. 81. perc, ferencvárosi szabadrugás, Cankovics a labda mögött, és újabb szabadrugás, gól! Nem számít, hogy Zágor Bernadett nincs a pályán, aki az előző szabadrugás gólt szerezte. Most jelen a Cankovics is betalál a győriek ellen, 4-0. Egy hosszú indítás a bal szélen, Pap érheti utól. Kovács volt erőszakosabb, de aztán Pap mégis visszaszerzi a labdát, már a 16-oson belülre cselezi magát. Ógyi középen, Ógyi lő! Nem volt jól helyezve ez a lövés, könnyű dolga volt Szőke nagynak.
ez nem egy jellemző dolog, hogy egy csapat 10-20 pontokkal megnyerte már a bajnokságnak az adott szakaszát, és utána még ugyanolyan agilitásra, ugyanolyan támadólag lép fel és végdolgozza a mérkőzését. Szerintem sportemberként én nagyon büszke lehetek a játékosaimra, miatt, hogy a múlt héten, illetve a hétvégi mérkőzésen is most is így tettek. Egy 3-4 góllal ez a Ferencváros még jobb. Kifoghatunk olyan napot, mint például egyszer kifogtunk, hogy egy gól kaptunk tőlük. De hát annyira gyorsan játszak ezt a játékot, hogy nagyon nehéz lekövetni őket. Minden szempontból jobb csapat, az MTK-nak is rúgtak egy 8-as, tehát én azt úgy gondolom, hogy ők kiemelkednek ebből a mezőnyből. Gődér hosszú indítása Bódainak. Bódai még az utolsó percben mutathat valamit. Bódai Zemelényi felé. Hosszú lett a labda, Német könnyen kilépett a kapujából, és ez az utolsó mozdulat a mérkőzésen. 4-0-ra nyert tehát a Ferencváros. Így már biztos, hogy a felsőházat 57 ponttal zárja, és döntőt játszik. A Győr pedig nem mozdul el a negyedik helyről, erre nem is volt már esélye. Úgyhogy a győriek a bronzmérkőzéssel folytathatják majd. A végeredmény tehát Eto FC Győr-Ferencváros 0-4.